hideg sincsen, végezvé fagyok tartót, szeretőm sincs, véges rólam folyaszok. Hát, hogyha még szeretőtest tartanék, András halál rólam tennék a tűnik. Zene mellett a munka is jobban megy, pedig tennivaló van bőven. Bonyhádon járunk a bukovinai székelyeknél, akik eltökélték, visszatanítják hagyományos viseleteik készítésének fortéjait. Szőnek, inget készítenek, no és csobáruhát. A Hungarikum pályázat kapcsán tudtunk pénzforráshoz jutni, így egy kézműves műhelyt sikerült létrehoznunk, ami ugye abból áll, hogy fafaragás, szövés, kibővítve szedettink készítés, valamint csobányruha készítése, hiszen ezt is valamikor saját maguk készítették. Most ahol vagyunk éppen, most azt folyik. Úgyhogy öröm számunkra, hogy tovább tudjuk adni, tehát ezeket a régi mesterségeket, illetve kézműves munkákat újra és újra sikerül átadnunk a fiataloknak, illetve újra tanulják az idősek is. A szövésnek indult az első körbe, ugye így volt a pályázat, de hát ugye tudnunk kell, hogy itt is a keretek bizonyos fokig, tehát 5-6 szövőszék, ugye több nincsen, és hát több mint 60-an jelentkeztek. Úgyhogy így át kellett tervezzük az egészet, és így akkor nem szövés, kimondottan szövés is, de inkább szedettén készítés, hiszen azt haza tudják vinni, és újra, illetve otthon is tudják úgymond házi feladatként végezni és tanulni. Mielőtt belesnénk a szövőműhelybe, beszéljünk egy kicsit a csobánok ruháiról. Első látásra egy picit hasonlít a busókéhoz, de máskor és más céllal használták. Na és az is kiderül, hogy Bukovina különböző helyein másmilyenek voltak a csobánok öltözetei. A karácsony ünnepkör része volt ugye, a csobányozáshoz, tehát a kis Jézus születését ünnepeltek, illetve köszöntötték, és maga egyszerűségében. Ugyanakkor a busók meg ugye tulajdonképpen a történelmi, tehát akár a tatár vagy a török dúlás időben szinte ezzel ijeszgették ugye a akkori ellenséget tulajdonképpen, tehát ez volt a szerepe. Valamint ugye a tavasz kezdete, tehát a tél üzés, ugye ezzel is szimbolizálták ezt a dolgot. Ugyanakkor mondom, tehát inkább a karácsonyhoz, sőt, egyértelműen karácsonyhoz kötődik a csobányok. A fehér ruha a hadikfalvi, míg a barna az andásfalviak viselete. Néhány különbség felfedhető, leginkább, hogy andásfalván szövetalja volt az öltözetnek, és bocskort használtak. Az eszközök, melyeket a derekukon viseltek, tulajdonképpen a mindennapi tevékenység része volt. Számunkra nagyon fontos, hogy tovább tudjuk adni, újra tanuljuk. És hát ahogy régen csinálták, tehát ugyanúgy mi készítjük, nem eladásra, hanem saját használatra, hiszen ebbe készítjük, illetve ebbe szerepeltünk már. Újra és újra előveszik, és így tulajdonképpen ruha készítése is, úgy gondolom, sok csoportnál majd, mint lehetőség, talán ha nem is eladjuk, de viszont kölcsönözni tudjuk. Például nagymányok is, ugye, ami itt most elkészült, illetve folyamatosan most is készül, igény mutatkozott, hogy ott is kölcsönöztük, ugye, hogy ahhoz, hogy be tudják mutatni karácsonykor a csobányozást. Hétköznapról takargatott szövet most. Takarulattól azt jelenti, hogy a kenyeret letakarni. Minden háztartási kelmét saját maguk. Saját maguk, igen. Igen. Lőrinc Etel és édesanyja dolgoznak a szövődében. Akkor, amikor a ide telepítés megtörtént, akkor készültek rögtön, és pontosan azzal a célral, amit mi is most csinálunk, hogy ne felejtődjön el azt, hogy milyen is volt az élet, hogyan készítették azokat a tárgyakat a bukovinai székelyek,
amelyek körülvették őket. Amit lőrincettel készít, festékesnek hívják. Ennek minden házban lennie kellett, mondja. Ez volt a vetett ágy dísze. Ez egy úgynevezett lábakból álló minta. Ez egy nagyvirágos festékes, ez azt jelenti, hogy közepében lesz egy ilyen óriási nagy rombusz, amit a jellegzetes bordó, zöld, sárga és fehér színek vesznek körbe. Ebből három darab van egy nagy festékesbe, egy nagy szőnyegbe. A kicsi virágos ehhez hasonló, csak ott egészen kicsik, 2x4 cm-esek a lábak, és legalább háromszor fordul elő egymás mellett ezek a romboszok. Ez ilyen sűrű, virágos festékes tulajdonképpen, amit csinálunk el. Ez egy úgynevezett lábakból álló minta. Ez egy nagyvirágos festékes, ez azt jelenti, hogy közepében lesz egy ilyen óriási nagy rombusz, amit a jellegzetes bordó, zöld, sárga és fehér színek vesznek körbe. Ebből három darab van egy nagy festékesbe, egy nagy szőnyegbe. A kicsi virágos ehhez hasonló, csak ott egészen kicsik, 2x4 cm-esek a lábak, és legalább háromszor fordul elő egymás mellett ezek a romboszok. Ez ilyen sűrű, virágos festékes tulajdonképpen, amit csinálnunk kell. Mindig ugyanezeket a színeket használták? Néha előfordult fekete, ez a halotti festékesnek főleg. Kétfajta bordót, nagyon sokféle zöldet és nagyon sokféle sárgát használtak fel. Itt most a lilát, azt barnával helyettesítjük éppen. Muszáj továbbadni a tudást, és van is rá fogadókészség, mondják a bukovinaiak. Mert ez jelenti a fennmaradását őseink hagyományának és értékeinek, melyeket tovább kell éltetni. Kezembe levő ing egy olyan bukovinai székely női ing, amit újonnan volt Konya Lajos nélonka. A bukovinai székely ingek azok a nőknek az egyetlen és legszebb dísze és viselete volt, amit muszáj volt saját maguknak varniuk. Mert a mellények, annak az alapanyaga és a rokolyáknak az alapanyaga az vásárolt anyagokból volt már az 1930-as, 40-es években. Az ingeket viszont mindenki saját magának is kézzel varta meg. És ennek egy különleges módja, technikája és tudása volt, amit igyekszünk most továbbadni, tovább tanítani a jelenlegi asszonyoknak, a bukovinai leszármazottaknak, akik ezt szeretnék továbbra is megőrizni, viselni, gyermekeiknek, unokájuknak ilyet varni, átadni. Ezen az ingen, amint látjuk, ez egy középkorú hölgynek való, tehát itt nincsen fodor az ingének az ujján, mint ahogyan ezen például van egy kis fodor. Ezen már nincs. Ez azt jelenti, hogy ez egy jóval fiatalabb asszonyságnak, nem leánynak, ez asszonynak az inge, ez pedig már egy javakorabeli hölgyé. A pirosat és a nagyon díszeset azt a fiatal leányok hordták, és ahogy idősödtek, úgy változtak a színek. Bordó, lila, később a fekete, az az egyre idősödő asszonyoknak a színei voltak, és érdekes módon a bukovinai ingeknél azt, amelyik már legöregebbeké volt, tehát az 70 éven fölülieké, az már fehér volt. A bukovinaiak tanfolyamára az ország minden pontjáról jelentkeztek. Mutatja ez az érdeklődést a hagyományok iránt. És a biztosíték arra, hogy nem veszik el az elődök kultúrája.